Az elmúlt 2-3 évben térségünkben folyamatosan emelkedik a születésszám, mondta el kérdésünkre a Józsa András Oktatókórház szülészet-nőgyógyászati osztályának vezető főorvosa. Pap Károly hozzátette, a gyermeket vállalók életkora pedig egyre jobban kitolódik. 20 és 25 év közöttének a szülésszáma drasztikusan csökkent, tehát az folyamatosan csökkenő tendenciát mutat az elmúlt mondjuk 10 évben. Ami örömtelen, hogy 30 év fölötteknek a szülésszáma emelkedik, ez kifejezetten még a 35 év fölött, és ami régen ilyen kuriózum volt, hogy valaki 40-42-44 évesen vállal esetleg szülést, az most már mindennapos eseményé válik. Tehát azt tudom mondani, hogy a második, harmadik gyermek megszületése megindult, és igen, a hölgyek, akik úgy gondolják, hogy megcsinálták egzisztenciájukat, tudják vállalni a második, vagy harmadik gyermeket, akár 35 év, 38 éves kor után is. A szakemberek azt mondják, veszélyesebb idősebb korban szülni, de az egészségügy fejlődésével biztonságossá teszik a várandóság heteit, valamint a szülést is. Sokkal veszélyesebb, mint mondjuk valakinek 20-22 éves korban szülni, viszont mind a újszülöttek ellátását, tehát a perinatológia, mind pedig a mi szülészeti ellátásunk azért, hál' Istennek, sokat változott, nem biztos, hogy fejlődött, de változott, amely azt jelenti, hogy bizonyos dolgokat gyakrabban végzünk, például császármetszést, bizonyos ezeket sokkal gyorsabban, kisebb megterheléssel, kisebb szövődménnyel. Így ez majdnem, hogy alternatívjává vált a szüléseknek, tehát nem azt mondjuk, hogy hú, hát probléma, mert császármetszések előtt a sor, hanem igen, ez volt ennek az útja. Manapság a legtöbben gazdasági vagy egészségügyi okok miatt vállalják később a gyermeket, mondják a szakemberek. Elkapom. Imádok hintázni. Elkapom. Ő Csongor, aki nagyon szeret hintázni, szülei sokáig vártak 15 hónappal ezelőtti megérkezésére. Nagyon szeretnénk második babát, viszont nagyon meg kell gondolnunk a mai gazdasági helyzetben. Mind a ketten ugye szerencsére van munkahelyünk, de most például nekem is vissza kellett mennem dolgozni, mert hát igen, szükségünk volt a gyerekstrára, amit most ki is használtunk, és hát most, hogyha egy kicsit stabilizálódunk majd anyagilag, akkor mindenféleképpen a hát jövő karácsonykor már szeretnénk, hogyha a kistesó is megérkezzen. Ez a kisfiú Nyíregyházán az év első babája, őt követte ez a kislány. A nyíregyházi kórházban csak tavaly 3550 szülés volt, ilyen jó adatokat utoljára 2006-2007 környékén regisztráltak.